a testvéreket a mai szép evangelizációs alkalmon, a hétnek kezdetén, a hétnek első napján, és énekléssel készüljünk a mai alkalomra, az ige hirdetésre, az énekes füzetünknek második énekével. A kettes számú éneket keressük ki, és énekeljük végig. A Krisztus mennybe felméne. A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk teljed szerzeben, Atyából megígérkedtem, életed égítnek. Ó, mi kegyelmes mesterünk, emlékezzél,
Összegyűjtött bennünket, hogy az ő nevéről vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk és magasztaljuk. Pál apostol szavaival köszöntelek benneteket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Nagy szeretettel és Isten iránti hálával köszöntök mindenkit ezen a mai délutánon, estén,
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm egyházkerületünk főjegyzőjét, Kiski Lajos lelkipásztor testvérünket, aki a debreceni nagyerdei gyülekezetből érkezett ma este hozzánk. Isten áldja meg az ő szolgálatát közöttünk. Készüljünk az ő ige hirdetésére a 3. számú énekkel, és énekeljük ennek a dicséretnek a minden versét. 3. számú énekünk, Jövel teremtő Szentlélek, és híveiddel légy légy. És téged dicsőítünk, hogy adtál szabad akaratot, útmutatást. Köszönjük, hogy lehet önként a te dicsőségedre élni. És hálát adunk, Urunk, hogy a Golgotai kereszten miattunk, érettünk és helyettünk szenvedtél, hogy hozzád térve bűneinkre bocsánatot nyerjünk. És köszönjük, Szentlélek Isten,
hogy hívhatunk, kérhetünk. Kérünk és hívunk, hogy munkálkodj bennünk, amit elkezdtél, azt folytasd életünkben. Legyen így áldásod, amikor nevedben összegyülekeztünk, hogy a te igéd ma, holnap, holnap után és azután életünket megragadó, átformáló, megújító üzenet lehessen. Amen. Kedves testvérek, ma este Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvassuk az igét. A római levél első rész, 18. és következő versekből. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megláthatjuk. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágya által tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet, aki áldott mindörökké. Amen. Kedves testvérek, ezt a rövid kérdést, hogy te hiszel, bizonyára már többen megkapták. Megkapták talán ismerősöktől, de talán szomszédoktól, esetleg rokonoktól is, hogy rá csodálkozott valaki, a beszélgetés alapján fölismerve, hogy istenfélő ember vagy, és akkor megkérdezte, te hiszel? Igen. Újra és újra szembesülnünk kell ezzel a kérdéssel, olyan világot élünk, amelyik világban nem természetes. Bár ezt a megállapítást majd korrigálni fogom, egész pontosan pontosítani fogom, hogy természetes vagy nem természetes. Mi látszik természetesnek és mi nem. Tehát ezeken az estéken a Krisztus követés áll majd előttünk, úgyhogy most ma este kezdjük az alapoknál. Ezért tettem föl ezt a kérdést mindjárt, hogy te hiszel? Mert úgy gondolom, hogy mindannyian találkoztunk már ezzel a kérdéssel, vagy kimondták így, vagy csak a szemekből lehetett látni, az arcról lehetett fölismerni, hogy a másik ember úgy megdöbben, hogy mi hiszünk. Persze az is lehet, hogy most itt a templomban és itt kint a templom mellett, egy ilyen szép környezetben, egy Isten tiszteletére szentelt helyen ilyet kérdezni, hogy te hiszel? Hát persze, hát természetes. Legalábbis gondolom sokakban ez fogalmazódott meg, amikor a kérdést föltettem.
De éppen itt kell föltennünk. Mert ha itt nem tesszük föl, és ha itt nem lesz teljesen biblikus a hittel kapcsolatos látásunk, felfogásunk, gondolkozásunk, akkor a cselekedeteink is valahol gyengék lesznek. Tisztázzuk tehát ezt a látszólag teljesen természetes dolgot. Persze, hát hiszünk, hát azért vagyunk itt. Természetes? Biztos, hogy természetes? Biztos, hogy mindenki ugyan arra gondol, amikor ezt a szót mondja, hallja, hogy hit? Amikor talán nekünk föltették a kérdést, hogy te hiszel, biztos, hogy a kérdező arra gondol, amire mi gondolunk, amikor ezt a kifejezést halljuk, hogy hit, meg ezt a kérdést, hogy hiszel? Nos, pár perccel ezelőtt azt mondtam, hogy te hiszel? Hát természetes, hát azért vagyok itt. És említettem, hogy pontosítani fogom a kifejezést, mert egyáltalán nem is olyan természetes ez. Több ok miatt nem akarom végig sorolgatni, de egyet föltétlen szeretnék előhozni a felolvasott bibliai szakaszok alapján. Mégpedig azt, hogy mindenki hisz. Ilyen értelemben úgymond természetes. A válasz, hogy hát persze, hát hiszünk. De ha egy kicsit kezdjük megkapargatni a felszínt, hogy ki mire gondol, amikor ezt hallja, mondja, hogy hit, hogy hiszel, akkor már kezd kiderülni, hogy lehet, hogy nem is egy nyelvet beszél. Mert mindenki hisz. Ez se természetes, ez a megállapítás sokaknak napjainkban sem. A mi generációnk, meg a nálamnál korábban született generáció nagyon sokszor hallotta a társadalom azon felosztását, vannak hívők és nem hívők. Ismerős ez a kifejezés? Emlékszünk még rá? Hányszor mondták a diktatúra idején? Hányszor osztották így a lakosságot, annak hívő, az természetesen lesajnálva mondták, és annak nem hívő. És ez így egy csúsztatás. Ha azt mondták volna, hogy vannak keresztények, és nem keresztények, ez már pontosabb lett volna. De zseniális csúsztatást használtak, amikor a társadalmat két csoportra próbálták osztani. És ezzel nagyon sok kavart okoztak, ami még ma is, én nagyon sokszor szembesülök vele, a később született, tehát a fiatalabb generáció ajkáról is visszaköszön. Az a hatalom és ideológia már nincs hatalmon, de sokak fejében, sok család gondolkozásában még ott van, és ez is átment apáról, fiúra, meg anyáról, leányra. Nem csak a Krisztusról. Tehát ki mire gondol vajon, amikor ezt a kérdést fölteszi a másiknak, hogy te hiszel? Mert egyáltalán nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk. Ha megnézzük a népszámlálás úgynevezett vallási adatait, akkor sok mindent lehet okoskodni ezekkel kapcsolatosan, főleg, hogyha összehasonlítjuk a korábbihoz, meg hamarosan lesz megint, fölteszik majd ezt a kérdést, valami ehhez hasonló, de a korábbiaknál tudjuk, nem ugyanaz volt a kérdés, így a válasz, amennyi összejött, nehezen értelmezhető és legfőképpen nehezen hasonlítható össze. De a legutóbbi népszámlálás szerint alig 2%-a mondta magáról azt, hogy ő ateista. Nem vagyok meggyőződve, hogy az, sőt, meg vagyok győződve, hogy nem, még ők sem azok, de hogy nem keresztények, azt elhiszem. Szóval hit. Vajon mire gondolunk? Akár mi most? Nagyon érdemes lenne gyülekezeti körben is megtenni azt, akár
bibliórán, akár népesebb körben, hogy itt, pont, írd oda, mi jut eszedbe. Mire gondolsz? És aztán úgy összevetni, nem az az érdekes, hogy ki mit írt, hanem amit írtak. Hogy még mi is, aki templomba, gyülekezetbe járunk, biztos, hogy ugyan arra gondolunk, ugyan azt hisszük, és ugyan abban az Úrban hiszünk. Mert hogy társadalmi szinten nem így van, ez biztos állítom. És azt is látjuk, hogy miközben így, ilyenkor, amikor Szatmár népe összefog, akkor ez a templom megtelik, kívül körülbelül ugyanennyien vannak, de valószínűleg ez nem minden vasárnap van így. Egyik templomunkban sem. Van spirituális éjség az országban. Nem is kicsi. Vissza is élnek ezzel sokan. Van lelki éjség, mert szüksége van az embernek a hitre. Az élet hit nélkül nem működik. Hát az, hogy ide eljöjjünk, az azt jelenti, hogy jött a hívás, hirdetés, talán lelki pásztor, vagy gyülekezeti tagok egymásnak adták a hírt. Ekkor meg ekkor itt találkozunk. És az, hogy itt vagyunk, ez azt jelenti, hogy hívő emberek vagyunk. Megbíztunk annak a szavában, aki kihirdette, hogy itt, most, ez lesz. És ez megmozdított bennünket. Ez is hit. És nem sorolom tovább az élet hétköznapi példái, hogy az élet hit nélkül nem működik. De ez nem föltétlen Isten hit. Hát meg kell bízni. A gyermek meg kell, hogy bízzon a szülőben, a diák meg kell, hogy bízzon a tanítójában, a munkatársaknak is meg kell bízni egymásban, mert ha nem, akkor minden dolgozó mellé egy ellenőrt kellene állítani, az ellenőr mögé egy másik ellenőrt állítani, mert nem hiszünk egymásnak. Tehát tudom, hogy hiszel, hiszen itt vagy. De járjuk egy kicsit körül, hogy mit is jelent a hit. És gyakran nem azért gyenge a mi szolgálatunk, mert nem vesszük észre, hogy mi bibliai módon próbálunk gondolkozni, használunk kifejezéseket, viszont azok, akiknek mondjuk, azoknak ezek a kifejezések nem ugyanazt jelentik. Nem bibliai értelme van, hanem valamilyen más tartalma van számunkra. És lehet, hogy sok idő, amíg rájövünk, ja, nem egy malomba örlünk. Te nem ugyanarra gondoltál, mint amiről én itt már régóta beszélek neked? Hívlak téged? Szóval tegyük fel a kérdést, mert a megállapítás után, mert hogy mindenki hisz valakiben, tegyük fel a kérdést, hogy milyen Istenben hiszünk? Milyen Istenben? Tegyük fel a kérdést magunk számára, a bibliai szakaszunk alapján, mert az egy tükör számunkra, milyen hittel hiszünk? Mit jelent nekünk a hit? Amit természetesnek gondolunk, és a szó nemes értelmében, hála Isten, hogy annak gondolom. Nos, kedves testvérek, felolvasott bibliai szakaszunk arról beszél, hogy az Isten megszólított bennünket. Mégpedig, ha megkérdezném, hogy ki az, aki konfirmált, akkor valószínűleg rengeteg kéz felemelte. És ha megkérdezném, hogy Isten hogyan szólít meg bennünket, két terület kellene, hogy válaszként elhangozzék, nem kérdezem meg. Nyilvánosan nem várok választ rá.
De hogyan szólít meg Isten bennünket? Megtanultuk a KT órán. Most is tudjuk. Mert ha tudnánk, akkor tudnánk alkalmazni. Ugye megszólít az általános kijelentés által, és megszólít a különös kijelentés, azaz a Szentírás által. Az általános kijelentés, ahol három területet sorolunk, természet, történelem, lelkiismeret, ezek nem azonosak az Isten szavával, csak ezeket föl tudja és föl akarja használni Isten, hogy beszéljen velünk. Nos, a felolvasott bibliai szakaszunk erre az általános kijelentésre hivatkozik, az apostolit erre hivatkozik. Isten megszólított bennünket. Isten hatalma és istensége a teremtett mindenség értelmes vizsgálata révén felismerhető. Ha soha nem került a kezébe valakinek KT-könyv, a Bibliát se látta, mert a világ olyan részén született, ahol ez még sajnos nem terjedt el, akkor is az Isten megszólította. Mert amikor ezekre a nagyon szép virágokra tekintünk itt az úrasztalán, akkor az Isten ezeken keresztül beszél. A Teremtő beszél, a Teremtő által. Az alkotó beszél az alkotás által, hiszen ez a templom is beszél az építők, tervezőkről, építőkről, és az évszázadok folyamán sokszor az épületet felújítókról. A régieket nem is ismerjük, de kezük munkája beszél. Nos, a teremtett mindenség által Isten tehát megszólít minden embert. Azt is, aki soha nem járt. Mert minden alkotás az alkotóra mutat. És el kell, hogy gondolkoztassuk. Hát, hogyha házat építünk, akkor sok minden kell hozzá, de kellene egy tervező. És hogyha valahol meglátunk egy házat, amelyik szép is volt, célszerű is volt, praktikus is volt, akkor megkérdezzük az illetőt, te ki tervezte? Add már meg a nevét, meg a telefonszámát. Vagyis beszél számomra az az alkotás. Pedig egy szót nem szólt a tégla, a gerenda, meg minden, amivel szépen össze van rendezve. De beszél számomra. És akkor keressen az alkotóját, mert úgy látom, hogy ért a szakmájához. Nos, a teremtett mindenség által, akár az északi sarkkör tájékán él valaki, akár az egyenlítő vidékén él valaki, akár itt a Szamosháton, vagy a Hortobágy melyékén, vagy a hegyeinkben, Isten megszólít. Az Isten hatalma, istensége, alkotásainak értelmes vizsgálata révén felismerhető. Ebből még nem tudjuk meg, hogy a teremtő alkotó Istennek mi a véleménye az engedetlenségünkről. Ebből még nagyon sok mindent nem tudunk meg. De istenségét, hatalmát igenis föl lehet ismerni. Vagyis Isten mindenkit megszólított. Azokat az ismerőseinket, szomszédainkat, legyenek fiatalabbak vagy idősebbek, akik távol tartják magukat a gyülekezettől, akik úgymond nem kaptak vallásos neveltetést, sok ilyen van az országban, de az Isten őket is megszólította. Meg minket is. Minket már a különös kijelentés, a Szentírás által, a Krisztusban fölkínált bűnbocsátó kegyelem által is. De most maradjunk meg a római levél bevezető szakaszának általános kijelentésénél, hogy az Isten istensége és hatalma teremtő munkája révén mindenki számára felismerhető. Vagyis az Isten mindenkit megszólított. Azt is, aki talán kicsit gúnyosan úgy megkérdezte, vagy megjegyezte, hogy te hiszel? Őt is megszólította.
és megszólít a Szentírás által, amiből aztán már nagyon sok mindent megtudhatunk. Vagyis, és a ma esti ige hirdetésemnek a címét mondom most ki, válaszra váró megszólítás. Az Isten beszél. Alkotásai által is. Ha pedig beszél valaki nekünk, akkor illendő válaszolni. És ezt mi is lássuk világosan. Meg amikor találkozunk másokkal, akik talán kicsit gúnyosan is kérdezik, hogy hát te hiszel? Hát azt csak a régiek csinálták. Akkor legyen világos számunkra, hogy őt is megszólította az Isten. Lehet, hogy kicsit nagyot halló vagy nagyot látó az illető, nem akarja észrevenni, de teremtett világ által az Isten beszél. És mivel megszólít, a megszólított embernek válaszolnia illik. Az Úristen a válaszunkra vár. Vagyis fölmerül akkor a harmadik gondolat, hogyan viszonyulunk tehát Istenhez? Mi is, akik a Szentírás alapján sokkal többet tudunk Istenről és az ő tervéről, meg kegyelméről, de hogyan viszonyul akárki, az is, aki azt mondja, hogy hát sajnos engem nem neveltek így anyámék, kedves barátom, amikor a kertedben a virágot gondozod, amikor begyűjtöd a termést, akkor ezek által az Úristen neked beszél, szól. Valamit válaszolnod kéne. Hogyan viszonyulunk tehát Istenhez? Csak a létét hiszed? Tehetjük föl a kérdést, remélem ezt nem magunknak kell már föltenni. Ennél ismeretben, hitben előrébb vagyunk. De mások felé igen, föl lehet tenni a kérdést. Kedves barátom, te hiszel. Jól teszed. De mit is hiszel? Hát az Isten létét. Hogy szokták ezt az emberek mondani? Há, azért valakinek lenni kell. Ismerős? Errefele is mondják bizonyára. Mert hogy az élet általános tapasztalata, hogy csak egy értelem tud létrehozni valamit. Hát mennyit kell dolgoznunk, hogy valami legyen? Hogy sütemény legyen az asztalon, hogy töltött káposzta elkészüljön, hogy a virág az úrasztalára kerüljön, hogy egyáltalán a kertben felnövekedjen és ne száradjon ki. Mennyit kell dolgozni? Nos, csak az Isten létét hiszed? Így kezdődik. Így kezdődik. Ezt világosan látnunk kell, és ebben segítenünk kell a körülöttünk élőket. Amikor azt mondják, hogy hát én is hiszem az Istent, de nem kell az templomba menni. Hát tudok én otthon is imádkozni. Persze, de a Szentírás ennél sokkal többről beszél. De majd valószínűleg a későbbi estéken erről részletesebben lesz szó. Lelkész kollégám által. Most, ma este szembesüljünk tehát azzal, hogy Isten megszólít minden embert. Valamilyen módon. Általános kijelentés, különös kijelentés által, de megszólít. Hogyan viszonyulok tehát hozzá? És hogyan viszonyulnak az ismerőseink? Hol tudnánk segíteni nekik is? Hát nem úgy tudnánk segíteni, hogyha világossá tesszük számukra, hogy az Isten létét hiszed, jól teszed, így kezdődik, itt kezdődne, de nem kéne megállni itt, hanem haladni tovább a hit útján. Hogyan viszonyulsz Istenhez? Vajon az ő üdvözítő tervét is ismered? Vagy csak alkotó hatalmát? És azt hiszed, de többet nem, más nem. Az Isten üdvözítő tervét is. Azt írja az apostol, 2000 évvel ezelőtt is nagyon sokan voltak, akiket ugyanúgy megszólított az Úristen a teremtett mindenség által, el is gondolkoztak nagyon sokan, hogy
hogy is lett ez a világ meg a saját életem, föl is ismerték, hogy valakinek lennie kell, de hogy folytatódott az ige? De nem dicsőítették. Vagyis hitte, valami kis hit van ott, de nem ismerték el életük teremtőjének és urának. És most már kezdjük majd lassan érteni, hogy azzal kezdtem, te hiszel? Fölteszik a kérdést nekünk, meg beszélgetnek emberek így is. És hát persze, hát mindenki hisz. Na jó, de kiben? Mert ott már nagyon-nagyon különbség. Ott már kiderülhet, hogy nem egy malomba örülünk. Ő egész más dologra gondol. Igen, hát hiszem én az Isten létét. Mit ír a Szentírás, a másik apostol, hogy folytatja ezt a mondatot? Hogy te hiszel, jól teszed. Az ördögök is hisznek, de azok legalább rettegnek. A következmény, hogyan viszonyulnak? Legalább félnek. Mi pedig vakmerően, ha hiszem én is az Istent, hagyjál már békén engem a templommal. Ha te hiszed a mindeneket alkotó Isten, és közben istentelen módon élsz, nem rettegsz? Mert ez a hit, meg az a hit, ami reménység szerint bennünk van, Krisztus hit, ez még nem teljesen azonos. Valahol ott kezdődik, hogy valakinek lennie kell. Talán ez lesz az első lépés, amikor fölismerem az alkotásból az alkotót. De ne álljunk meg itt. Vajon ismerjük Isten üdvözítő tervét? Mert az apostol korabeli emberek közül nagyon sokan az Isten teremtő hatalmát ugyanúgy felismerték, mint napjainkban is fel lehet, de nem dicsőítették. Nem ismerték el életük urának, Istenének. Hát van egy Isten, jó helyen van ott, messze, hagyjon békén engem, én is békén hagyom. Legfeljebb, ha nagyon nagy baj lesz, akkor kezdődik a mondat, hogy jaj, Istenem. Akkor gyorsan kéne egy házi segítség, nem egy házi, hanem egy házi segítség, mert beteg vagyok, mert nem úgy történtek a dolgok, hogy én szerettem volna. Hogyan viszonyulsz tehát Istenhez? Ez a hitünktől függ, a hitünk tartalmától függ. Nem dicsőítették Istent se szóval, se élettel, mert Istentől elfordulva nagyon erköstelen életet éltek. Lépjünk tovább. Fölolvasott bibliai szakaszunk fölteszi a kérdést a mi számunkra is, bár így nem olvassuk benne, azt, amit szintén nagyon sokszor lehet napjainkban is hallani, próbáljuk meg folytatni, a vallás milyen ügy? Magán. Mi egy nyelvet beszélünk. Úgy látszik, itt éltünk ebben az országban. Igen. Hallottuk évtizedeken keresztül, és ma is halljuk. Ugyanezt a szöveget, csak nem az elvtársak részéről, hanem a beteges liberalizmust valló részéről. Ugyanazt halljuk. És megy az agymosás. A vallás magánügy. Tényleg? Amikor ezt halljuk, akkor szabad mondanunk, visszakérdeznünk az ezt mondó ember felé. Figyelj, kedves barátom, szerinted a szerelem is magánügy? Nézem az arcokat, még nem mindenki érti valószínűleg. De vannak, akik értik, látom. Szóval a szerelem is magánügy? Hát akkor egyetlen egy házasság nem jött volna létre, mert hogy megtetszett valaki, ehedet érte, de meg ne tudja. Hát meg ne tudja, már ez magánügy. Hát amikor szerelmes lettél, hát nem az hajtott téged, hogy vedd már észre.
hogy találkozzunk már, közös üggyé válik. Sőt, annyira közös üggyé vált, hogy esküvő lett, két família közös ügyévé vált, lett anyós meg após is, aki addig nem volt. Hogy is van tehát? A vallás valóban magánügy? Vagy, fogalmazzuk meg pontosabban, megint alapokat tisztázzunk. Mert különben a levegőbe öklözünk, Pál apostol pedig azt írja, hogy mi nem össze-vissza a levegőbe kapkodunk. A sportból véve a példát. Nem is a vallászót használnám itt, mert abban minden benne van. A távol-keletitől a törzsi vallásokon át a marxizmusig és egyéb ideologisztikus elképzelésekig, mert az is itt volt csak. És nem derül ki, hogy Krisztus hitre gondol valaki, vagy a maga gyártotta vallásában hisz. Emlékezzünk csak, és a népszámlálási kérdésnél majd figyeljünk oda, mert a szociológusok hát nem tudnak más tenni. Vallásos az egyház tanítása szerint, nem vallásos, és ott középütt van egy másik kérdés. Mi szokott az lenni? Vallásos a maga módján. Vagyis gyártasz magadnak vallást. Gyártasz magadnak Isten. Elkezdesz bálványozni bármit. Lehet, hogy egy picit ez hasonlít a Biblia Istenére, de nem az. És akkor beszélgetünk, te hiszel? Hát persze, hogy hiszek. Én is hiszek. Jó, de te kiben? Biztos, hogy ugyanabban a valakiban hiszünk? Még akkor is, amikor az Úristent emlegeti valaki, nem a maga képére és hasonlatosságára formál sok ember Isten? Mármint Istenből az örökké valóból egy torz Isten. Nem az, akiről a Biblia beszél. Persze, hogy csalódni is fog benne. Nem tehet más. Igen. Tehát én nem ezt mondanám, hogy a vallás magánügy, mint ahogy ezt sokan mondták, és próbálták etetni az embereket ezzel, hanem a kereszténység a legszemélyesebb, közügy. Pontosan, mint a szerelem. A legszemélyesebb, mert te lettél szerelmes, meg én. Nem a szomszédasszonyról beszélünk most, vagy valamelyik ismerősről, hanem bennem dobbant meg valami, valaki rám. Ez a személyes része. De hát szerettem volna kapcsolatba kerülni vele. Tudd meg, randizni szeretnék veled. Házasságot szeretnék veled kötni, közös ügyjé tenni, aminek van egy személyes oldala, nem magán, mert akkor meg ne tudja a másik, az semmi köze a magánhoz másnak. De a legszemélyesebb az igen, az egy nagyon fontos dolog. Kezdjük érezni megint, hogy hát hiszek én is. Na jó, de biztos, hogy ugyanabban az Istenben és Úrban hiszünk? Mert hogyha nem lesz világos számunkra, akkor beszélünk, szépen idézzük a Bibliát, és úgy elmegy a másik füle mellett, mert ő egészen mást ért. Már azon lesz szó is, hogy hit. A hit, egész pontosan tehát a kereszténység, a legszemélyesebb közügy. És akkor az utolsó ponthoz érkeztünk. Ebben a kellemes, meleg és főleg ide beszoruló levegőben, az utolsó ponthoz ma este. Három dolgot szeretnék említeni befejezésül. Mégpedig három ma este válasz adásra váró dolgot, amire próbálj válaszolni. Az egyik, milyen Istenben hiszel? Most nem a szomszédokról, az ismerőségünkről van szó, most először magunkról. Milyen Istenben hiszel? A magad kigondolta,
vagy ahogy kijelentette magát Isten. Lehet, hogy hasonlít a kettő, de ha nem azonos, akkor nagy baj van. Tehát az első kérdés, amit vigyünk haza, és amíg nem tudunk jó választ adni, addig ne aludjon el senki ma este. Tehát milyen Istenben hiszel? Vagyis vallásos vagy a magad módján, vagy a Biblia szerint? Ez az első kérdés, ami válaszra vár. A második kérdés az, hogy ebből a hitedből mi következik? Mert ha szerelmes lettél, ha tetszik az a másik valaki, akkor még a tanulmányi jegyeidet is képes voltál lerontani, mert örökké ő járt a gondolataidban. Hát következett valami belőle. Nos, ha hiszünk, akkor mi következik a hitünkből? Semmi. Semmi különös. Akkor milyen hit az? Vagy pedig Isten dicsőítő élet. Az apostol itt ezt kiálmolta, hogy de megismerték Isten hatalmát, de nem dicsőítették Isten. Nyugodtan mentek a maguk feje után. Pedig valami kis hit volt bennük. Tehát a második kérdés, mi következik a hitedből? És a harmadik kérdés, hited valóban a legszemélyesebb közügy? Mert ha igen, akkor itt vagy. Akkor gyülekezeti tag vagy. Akkor vállal szolgálatot a gyülekezetben. Nem csak néha szoktam én a tévében megnézni, úgy főzés közben, mellékesen, valami vallási műsor. Tehát hited valóban a legszemélyesebb közügy? És akkor itt két válasz lehetőséget kínálok föl. Az egyik, hogy ha agyon hallgatod a hitedet, meg ne tudja más, akkor az nem Krisztusít. Hasonlít, de nem az. Mert menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ez jelenti Krisztus követőnek lenni. Vagy pedig megosztod. Hát ott van a pütyű, és itt jártunk, ott jártunk, fotó, és küldik szana szét a világon, megosztják. Azt is, amit nem kéne. Miért kell a betörőknek is tudni, hogy egy két hétig üres a ház? Mert magunkat mutogatjuk. De ha valóban a hitünk a legszemélyesebb közügy, akkor mi ezt meg akarjuk osztani másokkal. Akkor el akarjuk mondani másoknak, szóval élet. Tehát, kedves testvérek, három kérdés, erre próbáljunk választ adni, addig ne aludjon el senki, de szeretném azért, hogyha legalább évfélt körül mindenki el tudna már aludni is, mert megadta a jó választ rá. Tehát, milyen Istenben hiszel, mi következik a hitedből, és hited közügy, vagyis megosztod-e másokkal? Adjuk meg a jó választ. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy beszélhetünk, gondolatainkat elmondhatjuk, megoszthatjuk. Köszönjük, hogy érzéseinket kifejezhetjük, és köszönjük, hogy hallhatjuk a te szavadat, hogy észrevehetjük hatalmadat, teremtő munkádat, hogy eljutott hozzánk is a Krisztusban bűnbocsátó kegyelmed, megtérésre hívó szavad. És köszönjük, hogy most minket is megkérdezel alapkérdésekkel, hogy valóban rendben legyenek gondolataink, biztos alapokon álljon hitünk, igazodva a te szavadhoz. Köszönjük, hogy megkérdezel bennünket, és lelkeddel kérünk segíts, hogy ige szerint való választ adjunk,
hogy abban megerősödjünk, hogy azt újra ki tudjuk mondani. És segíts, hogy majd meg is osszuk másokkal. Legyen így áldásod ezeken az estéken, a kérdésekre választ adó perceinkben vagy óráinkban, és legyen áldásod a hétköznapjainkban, hogy valóban válaszra váró, megszólító szavadra megadva a válasz, téged dicsőítő, Krisztus követő életet éljünk, hogy megosszuk az örömhírt a körülöttünk lévőkkel. Ebben, amit elkezdtél bennünk, folytasd, erősítsd, végezd, mert magunkat odaszálljunk a te dicsőségedre. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Növekedjetek a kegyelemben, a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, Szatmár népét itt a kisszekeresi gyönyörű szép templomban, és Isten iránti hálával köszönöm meg főjegyző úrnak, püspök helyettes úrnak a közöttünk végzett szolgálatát. Isten áldását kérjük az ő életére, kerületünk, egyházunk életére. Válaszokat vár tőlünk a holnap estére, úgyhogy ezt majd mindenki megadja magának, ezt a választ. Jól mondta, ne tessenek addig elaludni, amíg nincs meg ez a válasz. Én is hadd mondjak valamit ebben a gyönyörű szép templomban, ami egyfajta válasz. Ahogy mondta az ige hirdetésben főjegyző úr, itt minden beszél az Istenről. Egy templomban is minden beszél arról az Istenről, akiben mi hiszünk. A kintiek bár jobban jártak, hogy szerintem a szabad levegőn vannak, de most nem láthatják azt, amit mi látunk. Ennek a gyönyörű szép szószék koronának van egy olyan része, ami itt az aján is megtalálható, meg följebb is megtalálható, amiről néhai Csűri Lajos egykori kisszekeresi, nagyszekeresi lelkipásztor olyan sokat beszélt. Olyan, mint egy vércsepp. Ha megtetszenek figyelni, ott középen, legalul, egyen följebb is, én följebb már nem látok, olyan, mint egy vércsepp. És alul általában nagyszekeresen ott meglátjuk ezt a motívumot, de itt is meglátjuk ennek a tulipánnak az alján. Van egy másik ugyanilyen motívum, csak éppen a rendes állásban olyan, mint egy szív. Jézus Krisztus vére, amely a szívben, a mi szívünkben életet teremt. Úgy gondolom, hogy ez egy válasz. Benne van minden. Onnan, ahol ültem, pontosan rá lehetett látni ennek a szószéknek az aljára, az alapjára. Aki kimegy, ne felejtse el megnézni, mert nagyon impozáns. El lehet képzelni, hogy micsoda törfa volt ez valamikor. De ez azt is mutatja, hogy ahhoz, hogy minden álljon és a helyi legyen, ahhoz kellenek a jó alapok. Na erre a jó alapra van nekünk szükségünk, és erről hallottunk ma. És erről fogunk hallani majd az elkövetkezendő estéken is. És ha ezt az alapot komolyan vesszük, akkor
Isten igéje az a mi életünknek is valósága. Hadd köszöntselek mindannyiótokat, ha már a római levél volt idézve, annak a elhíresült szavával, 8. fejezet utolsó két versével, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől. És itt a válasz, mely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Így várunk szeretettel mindenkit az elkövetkezendő alkalmakra. Holnap Tiszacsécsén leszünk, az még ettől is kisebb templom, de ez ne rettentsen vissza senkit, kívül is székek, majd eltetszenek minket, kívül vagy belül lesz jobb. Este 6 órakor kezdődik a szolgálat, aztán egy ettől nagyobb templomban megyünk, az a Kölcsei Református templom lesz, és végül egy még kisebbe, a Gyügyei Református templomba. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, hogy együtt töltekezzünk, együtt építkezzünk. Ez a mai nap is adakozásra elkészített alkalom, a persejek ki vannak helyezve. A mai napnak az adománya az a helyi gyülekezetben marad, így segítjük itt Szatmárban a kisebb gyülekezeteket, és minden napnak az adománya így lesz majd. Holnapi naptól Takaró Tamás nyugalmazott esperes fogja közöttünk hirdetni Istennek az igéjét. Bár egy kis bemutatkozást vártunk volna főjegyző úrtól, de szerintem nagyon-nagyon meleg van most már bent. Vagy van annyi türelme a bentiek, mert a kintiek ők jól el vannak. Van, jó. Akkor egy rövidbe nem kell bemutatni, de azért mégis önmagáról gyülekezetéről a kedvet. Nagyon köszönöm a türelmet, meg a bizalmi szavazást. Ez rövid lesz akkor. Aki a Debrecen Nagyerdei Református Gyülekezetről szeretne többet tudni, az a Református Nagyerdőből van röviden a honlap címünk, Ref Nagyerdő, tehát ékezet nélkül, refnagyerdo.hu. Ott lehet sok mindent, fotót meg, igehirdetést is sok mindent megtalálni. Talán inkább akkor magunkról, feleségem is lehet a pásztor, együtt szolgálunk, és még van más munkatárs is a Nagyerdei gyülekezetben. 5 gyermekünk van, az első, a harmadik, meg az ötödik lelkipásztor, már a sorrendbe, születési sorrendbe nézzük őket, és a saját területünkön egy új gyülekezet alapításába kezdtünk 5-6 évvel ezelőtt. Egyház jogilag most már le is váltak rólunk, a város északi részén, ők az Úrréti. Ott van egy ilyen városrész, hogy Úrrétje. Ő az Úrréti gyülekezet. A legidősebb fiunk, gyermekünk az egyik lelkész ott most már. És a legfiatalabb, említettem, hogy az első, a harmadik, meg az ötödik. A legfiatalabb ő most fejezte be a tanulmányait, és Budapesten, Dél-Budán szintén gyülekezet alapítás, új gyülekezet alapítására vállalkozott, ő ott van, a középső, ő ott maradt Debrecenben, aki a nagy templom mögött a református könyvesboltba járt, karakter könyvesboltba, hát azt ő vezette évekig, most a felesége vette át tőle, és a Gábor Fink pedig a nagy templomi gyülekezetbe szolgál, és van 9 unokán pillanat. Köszönöm szépen, és Isten áldjon meg mindenkit itt is, meg a következő estéken. Remélem elég rövid volt. Köszönöm szépen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk végén az 5-ös számú éneket énekeljük el. Utána pedig a kivonulás után senki ne menjen el, mert én nekem az az információm, hogy a helyi gyülekezet mindenkit
meg akar hívni egy kis szeretett vendégségre. Tehát itt a templom kertben a kemence körül el lehet fogyasztani ezt a kis szeretett vendégséget. Lehet beszélgetni, talán még a kérdésre is adott esetben egymásnak is meg lehet adni a választ. Hallottuk, ne hallgassuk el azt, ami a miénk, amivel megáldott minket az Isten. Az ötös számú éneket énekeljük el, és ha elénekeltük, utána pedig mondjuk el az asztali áldást, hogy ne csak úgy oda menjünk az asztalhoz, hanem kérjük a Istennek az áldását is. Maradj velem, mert mindjárt este. Áldott szép estet kívánok mindenkinek, kivonulás alatt pedig a négyes számú énekünket fogja énekelni a zenekar, akiknek köszönjük a szolgálatát, és megköszönöm a befogadó egyházközségnek, lelkipásztorának, presbitériumának, minden tagjának ezt a mai esti szervezést. Nagyon jól esett nekünk itt lenni. Köszönjük szépen. A négyes énekünk Krisztus ki vagy, nap és mi.